Megyénkben az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedett a személyi sérüléssel járó balesetek száma. A rendőrség felhívja a közúti közlekedésben résztvevők figyelmét, hogy fokozott óvatossággal és körültekintéssel közlekedjenek, hiszen a járművezetők figyelmetlensége, illetve az elsőbbség meg nem adása vezethet a legtöbb balesethez. Szakemberek szerint a túlzott sebesség, a felelőtlen telefonhasználat és a fáradtság a három legfőbb tényező, amely veszélybe sodorhatja az autósokat. A gépjármű vezetői magatartás fejlesztése elengedhetetlen a közlekedési kultúra fejlődéséhez. A váratlan helyzetek kezelésében az egyéni továbbképzés és a vezetéstechnikai tréning segíthet. Normál esetben lehet, hogy valaki évtizedeken keresztül vezet, és hogyha elég figyelmesen teszi ezt, akkor nem is biztos, hogy feltétlen kerül olyan szituációba, amikkel ezeket kiprovokálja. Gondolok itt egy hirtelen kikerülésre, egy olyan vészfékezésre, amikor esetleg már mondjuk a leállósávot is kell használnunk, vagy eltérő talajra kerül az autó alattunk, tehát nem feltétlenül csak az aszfaltot, mondjuk egy országúti helyzetben kiugrunk elénk egy ült, nincs más megoldás, két rossz közül kell választani, és akkor is kontrollban kell tudni maradni, vagy az autót a lehető legkisebb kontrollvesztéssel kell tudni a veszélyhelyzetből kikormányozni, kiirányítani. Ezek azok a helyzetek, amiket már valóban csak élesben tapasztal meg a legtöbb vezető, és ezek azok, amiket egyébként vezetéstechnikai tréningeken be lehet gyakorolni. Önmagában egyébként egy elszabaduló autó, az autó az ember keze alatt elszabaduló másfél tonnás, akár két tonnás autó, eleve félelmetes lehet, és ezt nem igazán tapasztaljuk, mert nem is így gondolunk az autónkra, amikor beülünk, de inkább a formáját, a színét szeretjük meg, vagy azt, amilyen kényelmes, vagy ahogy megy. De amikor elindul az ember alatt közel két tonna, akkor nem feltétlenül biztos, hogy az első élmény az annyira pozitív lesz, ráadásul a félelem miatt, vagy a hirtelen ijegység miatt nem is biztos, hogy rögtön fogjuk tudni, hogy mit reagálunk, még akkor sem, hogy egyébként zsigerből vagy reflexzelen egy jó döntést hoznánk. Az utakon lévő viselkedési kultúrát a KRESZ hivatott szabályozni. Ha ezeket az előírásokat betartanák az emberek, akkor normálisan működhetne a közlekedés egy ideális világban. Az ember azonban nem robot, az egyéni döntésekre néha csak tized másodpercek maradnak. Mindenki hibázik. Mint az emberek vezetik az autókat, még, aztán ki tudja, hogy mert az önvezető autók kora beköszönt igazán, akkor ez milyen irányba változik, de nyilván minden ember követő hibát napi szinten folyamatosan, ahogy egy pohár kicsúszik a kezünkből, ahogy bármi mást elszakítunk véletlenül, vagy rosszul teszünk le, vagy leverünk, ugyanúgy előfordulhat az, hogy egyszerűen benézünk egy elsőbségadás táblát, rosszul mérünk fel egy előzési helyzetet, rosszul mérünk fel egy féktávot, esetleg meglep minket az út csúszossága, vagy egy lelépő gyalogos, egy biciklis, és erre nem tudunk időben reagálni. Ugye ezeket nem lehet kivédeni, ezekre nincs előre megfelelő metódus, ezért kell fokozott figyelemmel közlekedni, de hát az ember automatizmusok alapján közlekedik, hiszen ahogy megszerezzük a jogosítványt, megszerezzük a közlekedési rutint, azzal előbb-utóbb automatizmussá válnak bizonyos szokásaink és bizonyos cselekvéseink az autóban is. Kicsit otthon is érezzük magunkat, és van egy ilyen fajta otthon biztonsága érzet az autóval, miközben mi haladunk és folyamatosan egyébként veszélyt jelentünk magunkra, meg a körülöttünk levő környezetre is, ami persze nem jelent azonnali veszélyt, de ha bármi történik, és ez a figyelmetlenségünk miatt veszélyhelyzetet teremt, onnantól kezdve már a mi felelősségünk, és ez, amit elsősorban inkább tudatosítani kellene azokban, akik ilyen típusú reakcióra képesek az autóban, hogy adott esetben az ő gyerekük lehet ott, az ő családtagjuk lehet ott. Egyébként mindig erre szoktam gondolni, és ezt is szoktam mondani, hogyha ez a téma bárkor szóba kerül, hogy az ember arra gondoljon, amikor valahol szágul, vagy egy kicsit figyelmetlebb, hogy nem törődő módon közlekedve siet valahova, vagy hány fittyet a szabályokra, hogy vannak helyzetek, amikor természetesen a szabályszegés akkor is szabályszegés, hogyha megtesszük, de mondjuk egy éjszakai éjjel kettőkor egy üres strádán átlépni a sebességhatárokat jóval kevésbé veszélyes, még akkor is a szabálytalan, mint hogyha ezt mondjuk délután kettőkor egy péntek délután egy dugóban tesszük meg mondjuk iskolákkal zsúfolt környéken a város közepén. Úgyhogy vannak olyan tényezők, amiket nem lehet figyelembe venni, és egyébként disztingválni kell, az a legfontosabb, hogy mindenki felmérje, hogy mik azok a szituációk, már csak a közlekedési tapasztalat alapján, amik veszélyesebbek az átlagosnál, és abban elve próbál fokozott figyelemmel közlekedni, akkor nagyságrendileg lehetne csökkenteni az ilyen típusú kocsarásokat, gyalogos gázolást, ha nem is feltétlen a halálos kimenetű baleseteket, azokat a baleseteket, amik sérüléssel járnak, vagy pusztán csak anyagi kára, meg időveszteséggel. Szerintem minden országnak van nyilván rájellemző átlaga, és mi általánosságban valahol félúton vagyunk szerintem egy német vezetői kultúra, közlekedési kultúra, meg mondjuk egy déli között, egy mediterrán között.
Én nem gondolnám, hogy rosszabbak vagyunk, mint bármi más nemzet, sőt, hát tudnék rosszabb példákat mondani, és nem akarok körülöttünk levő országból szándékosan kiemelni senkit, de vannak tipikus rendszámtáblák és felségjelzések, amit ha meglátok, akkor én fokozott a figyelemmel kezdek el közlekedni, mert tudom, hogy milyen közlekedési kultúrából jönnek, vagy milyen közlekedési morállal, ehhez képest még jól állunk. Nyilván a nagyon fejlettek országokhoz, vagy olyan országhoz visszajöttem magunkat, ahol a közlekedési kultúra és a szabálykövetés, inkább ez a fontos benne, a szabálykövetés mondjuk feszesebb, ahhoz képest persze nem állunk olyan jól, de nem gondolom, hogy önmagában ez minden országra jellemző, teljesen mindegy, hogy hová megyünk. Én Németországban ugyanúgy találkoztam büntetőfékezős autóssal, mutogató autóssal, belső sávban 130-szal szándékosan, percekig menővel, csak azért sem lehúzódóval. Tehát, hogy mindenhol megtalálni azokat, akik valamiért renitensek, és akik valamiért nem abban partnerek, hogy gördülékenyen tudjunk közlekedni, és a lehető legkisebb akadályoztatással segítsük a másik közlekedés is, mert ugyanakkor ugyanígy tudjuk elvárni azt, hogy minket a legkevésbé akadályozzanak, ha mi is mindent megteszünk azért, hogy mi se akadályozunk másokat, akit lehet beengedjünk, amikor nem kell egy óriásit fékeznünk emiatt. Ugye nagyon egyszerűen lehetne ezt szabályozni, ha mindenki ugyanúgy gondolkodna, ami persze utópia, akkor viszonylag könnyen, nagyon rugalmasan lehetne tenni a közlekedés, kisebbé a dugókat, sokkal egyértelműbb ritmusolva a közlekedés forgalom ritmusát mondjuk egy dugóban, egy nagyvárosban. Ennek ellenére persze mindig van egy rossz emberi reakció, mindig van, aki frusztrált van autóban, mert éppen olyan magánéleti gondja van, vagy munkahelyi gondja van, vagy akár öröm érte, és emiatt mondjuk nem tud erre koncentrálni, mert a hetedik mennyországba érzi magát, és éppen emiatt az öröm miatt nem koncentrál. Ez nagyon érdekes egyébként, mert ugye mindig arról beszélünk, meg arra gondolunk, hogy valaki a dű miatt, vagy valami más miatt dekoncentrál, de ez ugyanúgy az öröm miatt is lehet. Tehát, hogyha éppen nyer valakinek a csapat, a gyereke született, vagy mit tudom én, felvették épp az egyetemre, abszolút nem arra fog koncentrálni, hogy mi történik fel az autóban és az úton, hanem az érzés viszi magával, úgyhogy minden a szokásostól eltérő egyébként érzéshez keveredünk, és érzelmi hullám, ami elragad minket magával, legyen az pozitív vagy negatív, az bizony egy picit elvonja a figyelmünket arról, amit általában normál esetben jól tennénk meg az autóban. Közlekedési kultúrát említett az elmúlt percekben. A balesetekben közrejátszó összes tényezőt, hogyha vizsgáljuk, akkor végigvehetjük az infrastruktúrát, a járműbiztonságot, a gépjárművezetői magatartást, a vészhelyzeti reagálást. Tehát eléggé összetett feladatnak tűnik a helyzetnek a megoldása, és az Európai Unió különböző jogszabályokat fogad el, illetve a figyelemfelkeltő kampányok bevezetésével próbál hatni, valamint pénzforrások biztosítását is felajánlotta. Hosszú távon hogyan lehet kialakítani egy országban egy közlekedési kultúrát, közlekedési múltat, hogyan lehet megteremteni, hogy később ugye a jövőben biztos alapok legyenek, illetve egy szabálykövető mintát hogyan lehet elérni? Büntetéssel, meg a büntetési tételek emelésével nem fogunk elrettentő példát nyújtani, vagy támasztani senki elé, mert hogy ugye ez nagyon attól függ, hogy kinek a pénzt egyszerűen mit enged meg, van akinek egy 100 000-es büntetés sem jelent semmit, másnak meg mondjuk az egész havi bevétel adott esetben, de ilyen szempontból sokkal inkább az edukáció számomra azért fontos, mert hogyha felhívjuk arra a figyelmet, ha elég információt adunk nekik arról, hogy mi miért fontos, mi miért veszélyes, és ezt érthető módon tesszük. Tehát úgy kell példákat felhozni, és úgy kell egyébként szerintem ezt megtenni, és ez a nehéz része, hogy ennek az arany középútját, hogy találja meg a rendszer, hogy ez közérthető legyen, és ne egy feltétlenül ilyen iskolai bemagolós típusú, mert arra megint nem figyel az ember, hanem legyen benne egyfajta érdekesség, igenis foglalkozunk azzal, hogy milyen erők szabadulnak el egy balesetnél adott esetben, ezt szemléletes példákkal hozzuk fel. Olyanokkal, amire mondjuk egy fiatal is felkapja a fejét, akkor sokkal inkább megragad a mindenkinek az agyában, és azokra a területekre elraktározódik, még hogyha nem is azonnal hívja le. Ami máskor aztán egy adott szituációban az autóba ülve lehet, hogy előjön, sőt elő kell, hogy később jöjjön, hogyha elég ilyet tapasztal, és ezért nem lehet ezt az unásig ismételni, mert vagy azért nem feltétlen unalmas dolog ezt állandóan a közéletben tartani. Ugyanis ezeknek a beidegződése és ennek az általános tudássá válása az alapja számomra annak, hogy egy olyan közlekedési társadalom, egy olyan közlekedési kultúra alakuljon ki mondjuk a következő 10-20 évben, amiben bizonyos dolgok már automatikussá válnak mindenki számára, vagy alapvetően érti, vagy megérti annak a veszélyét, hogy amit csinál, hogyha mondjuk az egy szabályszegés, pusztán csak beszélünk egy gyorshajtásról, akkor az mivel járhat, és annak milyen következményei lesznek, és ott ne az legyen, ne az lebegjen a szem előtt, hogy azért hány év börtön kaphat, ha mondjuk halálos balesetet okoz,
hanem mondjuk kinek a családjával mit tesz meg, vagy adott esetben az milyen sérülése járhat neki is. Tehát a saját magára tudja ezt lebontani, vagy a saját magára tudja a következtetéseket lemondani, és szerintem sokkal egyszerűbbé válik, mert automatikusan az ember sokkal jobban oda kezd figyelni, amikor tudja, hogy az mivel jár. Én azt gondolom, például a balesetek jó része úgy következik be, hogy a balesetet okozó sofőr legtöbbször tisztában sincs vele, hogy mivel játszik. Tehát úgy játszik a tűzzel, hogy neki ezt nem mondják el, amikor megszerzik a jogosítványt és keresztanfolyamon járunk, nem beszélünk becsapódási erőkről, vagy hogy milyen erők szabadulhatnak el adott esetben, egy baleset esetén, és mondjuk egy milyen tempóval közlekedő autó még mennyi mozgási energiával rendelkezik, és milyen hosszú féktárja van mondjuk jeges úton, letaposott havon, vagy csak mondjuk csúszós macskakövön. Ezeket, hogyha memorizáljuk, hogy ezeket ugye, ha nem csak tapasztalatot tudjuk leszűrni, hanem folyamatosan egyfajta oktatást kapunk róla, egy szemléletes példákon keresztül, a sokkal inkább fel tudunk készülni a helyzetekre is, amit adott esetben már csak akkor veszünk észre, amikor benne vagyunk. A magyar közlekedési kultúrát a figyelmes gépjárművezetői magatartással és a veszélyhelyzeti reagálás elmélyítésével lehet fejleszteni.